Szépen megterített asztalokkal és sok hasznos információval várták ma a szerb vendégeket Tápió Szőlősön. Szeretettel köszöntöm Önöket Tápió Szőlősön. Tápió Szőlős közfoglalkoztatási programban vesz részt, ennek kapcsán tetszettek ide kerülni. Külön köszöntöm Nenad Ivanisevicset, a szerb közfoglalkoztatás és munkaügyi minisztériumnak az államtitkárát. A közfoglalkoztatási modell teljes egészében megtekinthették a vendégek. Elsőként a helyi fúria sátorba látogattak el, ahol minden dolgozót a program keretein belül alkalmaznak. Nagyon öreg telep, tehát olyan szemmel tessenek nézni, hogy közel 40 éves telep, egy picikét elavult. Az elmúlt évben az önkormányzatunk úgy döntött, hogy a startmunkaprogram keretében néhány dolgozót itt is foglalkoztat. A telepen elkezdték a már elhasználódott, rossz állapotban levő fóliák lecserélését. Szeretnének az összesre új borítást tenni. A paprikát nem csak a saját konyhájukra termelik, más településekre is szállítanak belőle. A következő állomás a Tápió Szőlősi sertéstelep volt, ahol megtekintették a különböző korcsoportú, százas nagyságrendű sertésállományt. Továbbá megnézték a tyúkházat is, ahol jelenleg 94 szárnyas adja tojását és húsát. A munka, foglalkoztatás és szociális ügyekért felelős államtitkár Nenad Ivanisevics nagyon elégedett volt a látottakkal. Igazából ez egy olyan példa, amit követni is lehet, és nagyon örülök, hogy többet is láttam, mint amire számítottam. Nagyon örülök annak, hogyha Szerbiába is át lehet másolni az egész modellt. Szerbia egy kisebb területén már volt a közfoglalkoztatási programhoz hasonló kísérlet, most ezt szeretnék továbbfejleszteni és kiszélesíteni a magyar modell alapján. Volt egy kísérlet, ami nem az egész ország területére fókuszált, hanem gyakorlatilag egy régióra, és ezt a kísérletet szeretnénk kiszélesíteni, és ennek érdekében fogunk egy olyan új törvényt hozni, amibe a magyarhoz hasonló közfoglalkoztatási programot fogunk bevezetni. A településen a közfoglalkoztatási program közel 70 embernek biztosított munkát, így gyakorlatilag megszűnt a munkanélküliség. Amit ma Tápió Szőlősön láttak, az tipikus példája, hogy hogyan működhet jól ez a modell. A program által több embert tudnak foglalkoztatni, így megtapasztalják a munka értékét, mondta az államtitkár.